Sziasztok, Marika vagyok. Kerekrépás és turós meggyes vagy turós cseresznyés rétes, nyújtott rétes fog készülni. Nem tudom, ismeritek-e a kerekrépát. Van ez a csúcsosabb fajta, van ilyen laposabb fajta. Hát ez egy, csak amelyik ahogy megnő. Na, majd mutatom a folyamatokat. Lehámoztam, most megmosom és lereszelem. Nagy lyukúreszelő lereszelem. Ugye, hogyha szeretnétek elkészíteni ezt a rétest ilyen keréklépával, akkor egy nagy bani piacon, ha olyan helyen laktok, lehet szerezni, meg hallottam, hogy savanyítva lehet venni nagyobb élelmiszerüzletekbe, hát nem vagyok ebben biztos, mert talán valaki oda írja a videó alá, hogy hol lehet kapni, hogyha valaki el szeretné készíteni, mert különleges íze vannak. Különleges. Kislányom is azt mondta, nagyon finom, aztán hát így például nem nagyon ettem meg, most megizzett neki. Na, így ereszem az összeset, besózom. Ennyihez körülbelül egy teáskanál só, elég nem kell sok. Ez körülbelül egy teáskanál só, ezzel besózom. Most én azért csinálok ugye turósat is, hogy el tudjátok készíteni, ha szeretnétek, mert én ezt a rétest már elkészítettem, a magát, a tésztáját, és nagyon jól sikerült, úgyhogy ezt azért szeretném most megmutatni nektek egy krémes sütemény helyett, ugye, mert szombatonként azért ilyen krémesebb süteményt szoktam felrakni, tehát raktam már föl rétest is. Hát ami jön, hát most ilyet rakok föl. Most ez készül. Ez csak egy fél adag azért, hogy tudjak egy másik fajta rétest is mutatni, mert különben ugye ennél többet szoktam csinálni. Ez most csak így, 1,80 kg deka, így készre reszelve. A rendes súlyát nem tudom mondani a répának, mert elég beteges volt, úgyhogy elég sok lett behozva, és abból csak ennyi maradt. Na, ez most áll egy fél órát körülbelül, aztán majd mutatom, hogy mi fog vele történni. Azért mondom, nézzétek csak végig ezt a videót, mert ugye ez előtt a nap készül. Ezt már előtt a nap el kell készíteni, ezt nem lehet aznap, amikor a rétest csináljuk. Ez ha kihűl majd, mert ugye ez meg lesz főzve, ha kihűl, akkor hűtőbe vagy hidegre kell tenni. Hát általában ezt télen csináljuk, ki lehet rakni a hűvösre. Mondom a hozzávalókat. 8 g napraforgó étolaj, ezt ide az edénybe bele huppantom. Jól ki kell folyatni, hogy fájra is állítom, hogy kifoljon belőle. 175 g kristálycukor és 175 g tej, a tejet fel kell forrósítani, el is gyűltem alatta. Az edényt először vizezzétek ki, kiborítjátok a vizet, csak utána bele a tej, és akkor nem fog beleragadni. Na, ez alatt is elgyújtom. Van, amennyi kifolyt, kifolyt. És akkor bele, kicsit melegedjen, és akkor beleöntöm a kristálycukrot. Nyitva az ablak, mert ez a kerekrépa, ez elég illatos. Magyarán mondva, van szaga. Na, így van, jó? Beleborítom a kristálycukrot, és ugye meg kell karamellizálni. Ha már megkaramellizálódott, nem nagyon kell forgatni, mert akkor visszacukrosodik. Így hagyni kell, csak figyelni kell, hogy ne égjen le. Kisebb lángra majd a tej forró legyen, hát legalábbis jó meleg. Nem nagyon kell mozgatni, csak figyeljétek, hogy nehogy kezdjen leégni, onnan húzzátok, ahol elkezd barnulni. A tej már forró, majdnem, hogy magőzölök. Egy kis lángra veszem, mert a cukor még sehol sincs.
hagyni kell csak így simán, hogy karamellizálódjon. Ugye az olaj véget egy kicsit nehezen, de kell alá az olaj. Mindig így csináltam, most már nagyon régóta ez a receptem. Beindult a karamellizálódás. Olyankor már figyelni kell. Kisebb láng. Látjátok? Én mindig nem szabad így nagyon megkeverni, csak odébb kell mozgatni. Legalábbis én úgy szoktam. És akkor, ha mindenhol már elolvad ez a cukor, már egy kicsit olyan barnás, akkor ráöntjük a tejet, de nagyon óvatosan. Mert ki tud futni. Látjátok? Milyen szép barna, de még mindig van benne egy-két cukor. Most akkor mutatom, hogy én hogyan szoktam önteni. Nagyon picit mindig. Nézzétek meg, hogy el akar futni. Ha most ezt mind beleburítanám, lehet, hogy az ezelőtti videómban bele is burítottam, majdnem elfutott. Azért nagy edénybe, és mindig csak picit burítani. Vigyázni kell, hanem ne égessétek meg a tokat, mert aztán csontig égne. Most már bele lehet mind. És hogyha elolvad a cukor, akkor a répát kicsavarjuk, és akkor egy kicsit megpároljuk benne, hogy ne legyen nyers. És nagyon finom lesz, nagyon. És akkor kihűl majd ugye másnapra, hát kihűl hamar, de hát másnap akkor rakjuk bele a rétesbe. Elolvadt a cukor, most ezt a kerek répát kicsavartam, beleborítom. És meg fogom benne párolni, ne legyen nyers annyira. Ez ugye fél adag, ahogy mondtam, 1,8 kg van, nem deka, 1,8 kg gram, hogyan kell ezt mondani, 1,080 gram. 1,080 gram volt így a répa lereszelve. Egy kicsit több is lehet. Még itt van egy cukor, ami nem olvadt el. Ezt figyelni kell, mert nem jó, hogyha nem olvad el. Nem vettem észre. Teszek rá a fedőt, és akkor megpároljuk. Ezt nem tudom, mondtam-e, hogy ez nem sima kerék. Kereklépás rétes lesz, hanem mátos. Hát most gondolkodok rajta, hogy lehet, hogy nem is mondtam. Hát mindegy, a címből úgy is láttátok. Ehhez majd ugye kell mák. Hát majd azt holnap darálom. Na, már egész jó állapotban van, már elég sokat forrott, de még nem jó. Hát, olyan túl nagy lángon ne legyen. Na jó, van, majd holnap jövök már szed a videó, és olyan hosszú lesz, mint a többi. Akkor mutatom a tésztának a hozzávalóit, és az elkészítését, hogyha nincsen robotgépetek, van az a habverő, aminek van az a dagasztókarja, azzal is el lehet készíteni, vagy hát akkor sajnos kézzel kell készítenétek, de érdemes venni, most is láttam a Lidl-ben, 20 000 alatt volt egy ilyen kicsi gép, ami ilyenekre jó, nem kell kézzel gyurogatni. Ha nincs helyetek, akkor szépen elrakjátok olyan helyre, amikor nem kell. Ha kell, ha nem használjátok, amikor használjátok, akkor meg előveszitek. 20 000 forintért megéri egy ilyet is, ilyen kis
pici kis tésztát, hát mondjuk egy 800 g liszt, de akkor is nem nektek kell melekillódatok. Hát mindenki ahogy gondolja. Na most itt van a finom liszt, ez 400 g, megszitálom majd. Rétes liszt, az is 400 g. Itt a só. Várjátok, a só mennyi is? A só 13 g, 480 g a víz, ez langyos víz. Belehuppantam ezt a sót, és jól elkeverem. Hát rakhatnék egy kicsit több sót is, de nem kell ennek a tésztának annyira sósnak lenni, úgyhogy ha nem is megy hozzá az összes víz, akkor se lesz baj. Tehát 2%-ot is, de én úgy gondoltam, egy kicsit kevesebbet rakok, ugye már 16 g lenne a 2%-a a liszthez viszonyítva. És itt van 2 tojás fehér sárgája, a fehérjét az pedig majd a turó töltelékhez adom hozzá, ott amennyi le van írva ugye a töltelékhez tojás, ott még akkor 2 darab tojásfehérjével több lesz, még levegősebb lesz a töltelék. Na, akkor megszitálom a lisztet, és akkor hozzá a tojás, meg a víz, amennyit felvesz. Lágy tésztának kell lenni, lágy, de hát nem olyan, hogy ne vérjünk bele. A tojás sárgája az 38 g volt, ezt is lemértem, elfelejtettem mondani. Na, most belehuppantom ide ez a víz, ez nagyon langyos, úgyhogy nem fog megsülni ezt a tojást, és akkor ugye kiöblítem. Jó, hát ez nem fontos, csak amelyitek akarja. És akkor rá egy kis víz, hát felénél több nem sokat hagyok. És akkor elkezdem ragasztatni, és akkor meglátjuk, még mennyi víz kell hozzá. 2 tányért ide raktam, már a tészta 2 felére zéve. Ide készítettem 100 g olajat, ennyi nem fogy el, minden cirka. Jól beolajozom a tányirat. Ezt a lapkát is. Én akarnak mondom, azt mondtátok, akkártya. Jó van, akármi, mindegy. Ide kiborítom a tésztát. Még kellett hozzá 40 g víz, azt elfelejtem mondani. De mindegy, a videó alá úgyis mindent leírok. Mindig nézzétek meg a leírást a videó alatt. Kicsit olajos kézzel, kicsit megdolgozom, nem nagyon kell. Mert ugye a gép már megtette magáét. Ennyi elég is, megy a tányérra, másik is ugyanígy. Másik is a tányérra letakarítok. Na most az fog történni, hogy itt a 2 tészta lekenem a tetejét olajjal. Hát ezt pont így csináljátok meg, ahogyan én, meg mindent tartsatok be, ahogyan én, aztán akkor jó lesz ez. Ki van próbálva? Hát már sokféle rétest csináltam. Most ilyenkor egy kicsit meg lehet ütögetni. Szereti a szeretetet. És 2 órát pihentetem, de akár lehet többet is, mert 8:30, 9:30, 10:11. 11-kor elérek neki állni szinte, de 2 óra elég neki. De nem így, hanem letakarva. Így letakarjuk.
esetleg lehet bele spiccelni vizet, nem fontos, mert elég lágy a tészta, ez olaj. Na, és akkor 2 órát így van, addig elkészítem a mákot darálok, mert turótölteléket, azt majd mutatom. Na, addig hozzákészülök a réteshez. A férjem az szép beledarálja a mákot nekem, de megpróbáltam én is, fájnak a vállaim, úgyhogy nem mintha őnek nem lenne baja. Hogy segítek, jó papa? Nem kell. Megjelzem olyan, hogy... Tudjátok, hogy lehet könnyen mákot darálni, úgyhogy ne legyen semmi gond, ugye már, hogyha van egy erőteljes fiatalember, aki a mákot darálja, és ha elég zsíros a mák, akkor visszatekeredik. Kisfiamnál jártunk ott, ha olajos, ugye, nem zsíros. Olaj, kiengedi az olajat. Igen, igen. Úgyhogy le van fagyazva a mák. Nézzétek meg. 1,5 kiló, felhoztam a hűtőszekrényből, méhűtőből, és most így fagyos állapotban le van darálva. A fiatalok esetleg, aki még darál mákot, ez nagyon jó ötlet. Így le lehet pillanatok alatt darálni, nem lesz semmi gond, nem tekeri az olajos mákot fölfele. Esetleg, ha vettetek észre ilyet, ez nagyon jó ötlet. Nem tudom, hogyan jöttem rá. Véletlenül esetleg. Volt, mikor itt folyt ki az olaj. Igen. Ja, igen, meg ott, ahol össze van a tekerő. Uh-huh. Az orsója van. Igen. Géppel? Milyen géppel? Milyen géppel? Hát az a kávédaráló szerű. Ja, az nem jó, mert az nem jól darál. Hát a rája, de olyan péper, az is olyan, nem olyan jó lesz. Nem, az nem olyan, igen, az nem jó. Nem, valahogy nem roppantja szét. Ja. Mindjárt kivőzöttem. Na jó, nem mutatom, ám egy hétig ezt, mert aztán kilométer hosszú lesz a videó. Turó törteléket elmondom, 500 g a turó. Ugye ez 2 adag tészta végül is, el lehet felezni, ha valaki csak 1 adagot készít, akkor 1 adaghoz ez az adag töltelék megy, a másik adaghoz meg ugye a kerékrépa. Hogyha úgy akarjátok, hogy mind a kettőt csináljátok, csak turósatok, ugye eleve, hogy a turósból duplája kell, mert különben hát alig lenne bent töltelék. Ugye kinyújtom ezt a tésztát 1,40-re, mert 1,40 centire ki lesz húzva az asztal, és akkor ugye úgy annyira elnyúlik a tészta, akkor ez kevésbe lehet az 500 g turó. Na, 500 g a turó. Hát egy csipetcsó, látjátok, ez egy teaskanál. Ment a rohanmentő, de megijedtem. Olyan hangot ad, mikor nem szirénázik, hogy ihaj. Na, csipetcsó. Csipetcsó. 150 g a kis tájcukor. 25 g a búzadara, ezt is hozza. 2 tojás sárgája. A tojás fehérje itt van, az föl lesz várva habnak, de ugye itt 4 van, mert a tésztában csak 2 tojás sárgája kellett, így van, tehát itt akkor most ennek a kettőnek, meg a tésztának a tojás fehérje ott van benne, tehát az 4. Ez 250 g, ez a megy, fagyott, de majd fölengeld elég jól, mire rá lesz szórva a turóra. Nem keverem bele, majd rá lesz szórva a turóra. Na, és akkor egy pici citromnak a héja. Ezt nem azon az apró lyukú reszelőn, hanem azon a tüskésen reszeltem le. Tudjátok, ami olyan tüske, amihez hozzáérünk, azt a szétmegy a kezünk. De csak ennyi, nem kell több, hát ez ott a megy, nem is kellene ez. Úgyhogy ez nem is fontos. Csak ha akarjátok. Lehet, hogy nem is tesz neki jót. Mit tudom én. Hát én most kigondoltam, hogy ezt is rakok bele, ez annyira minimális, hogy tényleg egy nagyon pici citrom volt, az sem mind. Látjátok, mert még ott a tányérból is maradt. Úgyhogy minimális. Na, ezt most kikeverem. És ugye, mikor a tojásfehérje hozzá lesz adva, akkor még ha úgy látjátok, itt a tejföl, azt még majd lehet hozzá.
én szoktam belekeverni, és akkor, sőt, mindjárt megnézem, mert lehet, hogy most is lehet egy kicsit, ugye, hogy a buzodarának legyen mit felszívni. Mert hát így most mit szív fel? Hát nincs ott más nedvesség, mint ez a turó. Na, egy ilyen jó evőkanállal rakok. Kettő tejfölő biztos sem megy ez az egészhez, ugye már leönteni is tejfölös tejjel kell majd, mikor már tepsibe lesz. Ja, így lesz jó. Aztán majd még, ha kell hozzá, akkor még lehet adni, de szerintem nem lesz fontos, mert majd a tojásfehérje is még hígít. Ugye ennek még van egy jó másfél óra, egy óra biztos, addig egy kicsit a buzadara megszívja magát. Ja, annyit beszélek mindig, ma mostanában olyan hosszú videókat csináltam, hogy nem tudom megvágni, mert állandóan dumálok, és akkor, ha kivágok belőle ezt, azt kivágnák, akkor valamiről lemaradtok, meg én is, mert figyeld, ugorjátok át, mikor olyan hosszú a videó, hogyha nem érdekel benneteket, mert nem odafigyelek, tudjátok, elindítom a felvevőt, és akkor elkezdek dumálni, egyszer csak megvilágosodok, hogy megy a felvétel, aztán akkor meg már mit vágjak ki? Na, most mit vágjak ki belőle? Nem tudom kivágni, mert akkor olyan érthetetlen lenne az egész. Így meg azért, mert ugye hosszú. Amelyitek szereti hallgatni ezt a sok hablatyot, akkor az úgyis megnézi, amelyitek meg nem, az meg úgyis átugorja, vagy oda se jön az oldalamra. Hú, de savanyú. Ezt majd széttépem darabokra, ezt a meggyet, mert ugye nem egyben rakom rá, hanem sok helyen legyen, sok apró. Na jó, van, majd jövök. Na, jövök, még sem mentem. Itt a mák, ez 100 g, és 100 g a kristálycukor, és ugye ez majd a répához lesz, és ugye a kávé, vagy hát a mákdarálóból a mákot egy ilyen teáskonára való kristálycukrot rakunk bele mindig, aztán akkor azzal van ugye a mák kidarálva, hogy ne maradjon benne. A kristálycukor az jól kijön, lehetne több cukor is, de ugye a répa is úgy van cukrosan, tudjátok, karamellizált cukorral van megfőzve. Ó, azt be is kell hoznom, ott van kint a mézba, úgyhogy nem kell olyan túl édesnek lenni. 100-100 a kettő együtt, meg hát az a teáskonára való cukor. Most az fog történni, hogy mind a két tepsit beolajozom, és leadzsír is, és belisztezem. A sütőt elgyújtottam 200 fok légkeverés, és majd a legalsó polcra rakom a rétest, mert azt szeretem, hogyha az alja is jól megpirul. Na, akkor most az fog történni, hogy belisztezem az asztalt. A tojásfejét fevertem, hozzá is raktam a turóhoz, de még nem kevertem össze. Itt a tészta, beolajozom ezt a vakkát, ne ragadjon hozzá, hát hozzá ragadna. A meggyet szétvagdaltam két felét. Lehet úgy is, hogy ugye most már jól megszáradt ez az olaj, hogy belisztezitek, aztán csak oda fordítjátok, de lehet így is, ahogy én csinálom, totál mindegy. Mindegy. Kezemet is beolajozom. És aránylag hosszúkás rányújtom, és próbálom széthúzni úgy, hogy ne szakadjon el, aztán, hogyha nem jól dolgoztam mégse, akkor elszakadhat. De hát ezelőtt nem szakadt el. Ugye már ezt elkészítettem. Az ujjunkat olajozhatjuk. Az olajba bele kell itt egy kicsit nyúlkálni, úgyhogy majd
elhasználjuk olyan helyre, ami megfül, amit se tudjuk máshol. Most jó lenne még valaki, a férjem, aki itt futkoz körbe velem, hogy csak egyik oldalon megállunk, és lehet olajozni a tetejét, és akkor ugye nem kell az olajba nyúlkálni, szépen körbe. Vagy aki lisztet csinálja, nem tudom ki hogyan csinálja, és van mindenféle módszert kipróbáltam. Most ez bevált, megmondom őszintén, de előfordulhat, hogy ez se lesz jó. Na, csalni nem akarok. Ugye 1.40-re kihúztam az asztalt, ha 1.20-on hagyom, akkor pont tökéletes, de így is nagyon jó, a sarkai azok elszakadtak. 1.20-ra húzzátok az asztalt ki, hogyha 1.20-as az asztaltok, akkor meg úgyis jó, és akkor nem fog szakadni, mert akkor pont elég a tészta. Kicsit megolajozom, nem nagyon. Összekeverem a turót a habbal. Ez jó sok tölteli. Ebbe bele kell nyúlni sajna. Mindenképp. Tejfölt már nem adok hozzá, mert ez már így is elég hig. A húzadara nem nagyon nyugodt meg szerintem. Hát én csak azt mutatom, ahogy készítem. 2,5 órát állt a tészta. Lehet, hogy még egy fél órát kellett volna neki. Reggel nagyon hideg volt a lakás. Szerintem 19 fok. Ugye az is számít. Minden számítna. De hát ez nagyon finom lesz, akárhogy is néz ki. Nagyon finom lesz. És rászórom a megyet. Két felé vagdoltam, és hát téptem. Kicsit ki kellett csavarnom, mert nagyon levás volt, és akkor meg ugye igen elhasztatja. Igen elhasztatja a tésztát. Hú, ez nagyon finom lesz, már látom. Most leszedem a szélét. Szélét azt lehet úgy, hogy pihentetjük, aztán újra kinyújtani, aztán valamilyen tölteléket vele, de én azt nem szoktam. Hozzákeverek egy kis kovászt, és akkor kisütöm lángosként, ha már érte azt a szintet, de hát most le lesz fagyazva, hogyha meg kell utána, mert szóval belrakom a kovászt, és akkor ha meg kell, akkor egy jó pár óra múlva, akkor lefagyasztom, mert most nem kell nekünk lángos, látjátok. Itt a sok étel. Az olyan hosszú videó lesz megint mind a több. Na. Már ugyanis a Marika most ha lekapcsolja, akkor meg valamire lemaradtok. Ilyenkor lenne jó a férjem, ha itt lenne. Aztán mindenben van, ugye? Földobom rá, látjátok így, a két végét is.
behajtom, és akkor oda rakom a tepsit. És akkor én úgy szoktam, hogy van egy ilyen vastagabb, de jó tányér is, fedőm, és akkor azzal elmagdalom. Lehet, hogy nem is látjátok. Így ilyen, tudom én, 12 centis darabokra. És akkor vele a tepsibe. Na így látjátok, így, ilyen, ugye oda-vissza, nem mozdítjuk el a fedőt, aztán akkor megy a tepsibe. Én így szoktam, nem egybe, nekem úgy nem tetszik, olyan bolti. Na, én most úgy szoktam csinálni, a szomszédasszonyomtól hallottam, hogy tej és tejföl keverékével, ebben van körülbelül 150 g tejföl, úgy satszolok, hogy annyi volt benn, mert ugye ez 330 g-os, és fölöntöttem eddig, fölöntöttem tejjel. És most lekenem vele a tésztát. Jó szottyosra, úgyhogy ennek felét nyugodtan elhasználom, és hát is használjátok el, ha így el akarnátok készíteni. És másik fele meg ugye megy a kerékrépásra. Nagyon, nagyon jól meg kell vele kenni. Nagyon, nagyon jót tesz neki. Olyan könnyű a tészta. Aztán van fönn ilyen kovászos létesem is. Az is nagyon finom, de mostanában ugye tudjátok, hogy a kovászom annyira nem működik jól, úgyhogy nem is vacakolok vele, csak lángost meg hát ilyen pizzát, meg ilyeneket csinálok, meg magamnak kenyeret, úgyhogy nem igen lehet őket mutogatni. Na. Hát például a lángosnál, meg a pizzánál ott jól működik, mert ott nem kell olyan magasra felvinni neki, meg ugye nem tudom mi a baj, a kínja baja, hát szerintem velem van a baj. Mindenképpen azt mondom. Na így ilyen jó szottyosra. Milyen szavakat használok mi? Hát körülbelül fele elfogyott. Másik fele megmegy a répásra. Na most rakom be a sütőbe. És ugye ahogy mondtam, 200 fokig keverés. És a legalsó sínre rakom, hogy alul is piruljon. Ilyenkor azt szoktam csinálni ma itt az ajtónál a vizes rongy, ami tudjátok a lusta felmosó, és utána fel kell mosni, mert ugye itt hullik liszt minden. Na, a ruháról én ilyen lapkával tudjátok, aminek a habkártya, mondjátok. Na, azzal levakartam, ugye ami a turósról ráragadt, és akkor megint belisztesztem, jó állapotban van, hát majd, hogyha most végeztem, akkor ugye ide az asztalra kiszoktam rázni a lisztet, amennyire tudom, nagyon nem porzok, és akkor kimegyek az udvarra, ott fogom a többit. Aztán másképp hogyan lehet megoldani, nem tudom. Ez a legegyszerűbb. De jól összefogjátok a ruhát, jól lejön róla. Meg hát ki is lehet mosni. De jól le lehet róla szedni a lisztet. Na, hát amikor nem volt udvarunk, akkor is csináltam ilyen rétest, úgyhogy akkor is csak volt lisztől, mit tudom én, hova engedtem, fürdőkádba lehet. Aztán most kinyújtom a répásnak a tésztáját, ugyanígy készítem a répásnak a tésztáját, ugyanígy nyújtom ki. Ezt egész jól ki tudtam nyújtani, úgy ki tudtam húzni, még ugye a túlsó felén elég vastag a tészta, úgyhogy nem sok helyen szakadt el, hát az meg igen frankó lett volna, hogyha csak egy 20-as asztal, 400 g liszthez, ugye, mert ez 400 g lisztből van, úgyhogy van, aki sokkal többet csinálja kisebb asztalon, úgyhogy ti is csinálhatjátok úgy. Na, akkor most összekeverem a mákot a répával. Nagyon jól néz ki. Teáskanállal nem raktam bele, nem kevertem bele a tejfölt, pedig úgy szoktam. Mondom, nem keverem most bele, mert elég nedves, de aztán meggondoltam, jót tesz neki ez a tejföl, úgyhogy nem sokat, csak így, ide-oda-amoda.
egy keveset. Már a tulós az már jó állapotban van, mindjárt megmutatom. Nagyon finom a vérünk lesz. Ezt a gyerekek is szeretnék. Ugye a fiatalok nem igen csinálnak már ilyet, azoknak vinni kell az öregeknek. Aha. De hát nem tudom, hogy ma viszünk-e. Ha nem, akkor megesszük magunk. Na most leszerem a szélét. Ugyanúgy, mint a másiknál. Na már ilyen állapotban van a turós. Még kell neki sülni. Ennyi lett a répásmákos. Nagyon jól néz ki, majd ugye lekenem ezt is mindjárt, nehogy kiszáradjon. Ezzel a tejfölös teljes keverékkel. 21 perc alatt megsült. Leforgatom. Nagyon jól néz ki. Ugye? Szerintetek is. Huszonöt percre állítottam ezt is, aztán majd megláttam, mennyi idő alatt sül meg. 200 fok ugye meg légkeverés, az akkor már 210. A légkeverés mindig melegebb, állítólag. Nagyon jól néz ki. Ezt is lecukrozom. Akkor a takarításban vagyok. Összetöltem egy kis üvegtál, amiben tojás volt. Hát már akkor tiszta volt. Ne tudjátok meg, még a kobámba is üvegszirálom volt, így forogban. Hát kit érdekel igaz, de hát már Marika mindent elmond. Mindent, nem, de sokat. Na, gyönyörű lett ez is. Jól néz ki, jól néz ki. Egyel több lett volna, hogyha annyira nem húzom, mert ugye nagyon sok széle lett. Ha nem húzom annyira ki, akkor ugye kicsit vastagabb a tészta, és akkor még itt lett volna egy, mert ezelőtt például, amikor csináltam, teljesen tele volt mind a két tepsik. De most se a tulós, se ez nem lett teljesen tele. Nagyon, nagyon jól néz ki, nagyon finom lesz. Remélem majd egy kis kóstolóval jövök, ha tudok. Nagyon guszta lett. Nagyon szép. Még a férjem nem állt neki, majd megváljuk a véleményét. Ide hoztam a villát, de már ki van hűlve, úgyhogy nem lehet villával lenni. Meg kell fogni kézzel. Na, papa, mondj véleményt. Felséges. Jól van. Hát milyen is lenne az ilyen rétes, ugye? Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Marika az jól valakott. Még egy répázsal. Hát a turós, ugye, meg a répás között ég és föld ízre a különbség, de mind a kettő nagyon finom. Mi ugye szeretjük. Egy is jobb, mint a másik. Igen. Nagyon ízlik. Köszönöm még egyszer. Sziasztok! És írjatok kommentet, ha tetszett, ha nem.